Miért hal meg a méh, miután megszúrt téged? Szerintem ez a kérdés is megjárhatta már a fejedet, de nem biztos, hogy találtál rá választ. Főleg, ha még csak rá se kerestél. Na de ne csüggedj, megkeresem neked én a választ. Kezdjünk mindent az elejétől. Azon méhek, amelyek fullánkokkal rendelkeznek, értelemszerűen azokkal is védekeznek. Viszont a fullánktalanok pedig harapnak, vagy a támadó érzékszerveibe, például szem, fül, orr, szájba repülnek. Tehát a méhek védekezésképpen megpróbálnak minél nagyobb fájdalmat okozni neked. Emiatt a legtöbb ember tart a házi méh fullánkjától. A közhiedelemmel ellentétben a méh méregben nincsen hangyasav. Sőt, a méhek és a darazsak mérgének a kémhatása is eltér. A darazsak tekinthetőek a legagresszívebb fullánkos rovaroknak. Ok nélkül viszont ők sem támadnak, mivel a fészküket védik. Ami érdekesség, hogy a szúrás feromonokat is felszabadít, ami odahívja a fajtársakat, így egy csípést több is követhet. Na de a csípést a fullánkjukkal kivitelezik, ami egy igazán összetett szerv. Eredeti célja tojócső, viszont ez az idők során védekezés céljára is módosult. És itt a válasz a kérdésedre. Az elasztikus bőr átdöfése a házi méh dolgozójának pusztulását okozza. Méghozzá azért, mert a fullán kiszagad, és viszi magával a bérrendszer egy részét is. Na de miért nem tudja kihúzni a fullánkját egyszerűen, annélkül, hogy elpusztulna? Azért nem tudja kihúzni, mert a szuronyokon fűrészfogak találhatóak, és ezek nem akadályozzák meg a fullán kihúzását. Viszont csak a házi méh dolgozója nem tudja kihúzni a bőrből a fullánkját, a poszméhek és a magányos méhfajok fullánkja sima, így a darazsakhoz hasonlóan több szúrást is le tudnak adni. Bár a méhanyák inkább elrepülnek, vagy a testőreikre bízzák a védekezést. Hiszen az anyák többnyire csak egymás ellen használják fullánkjukat. És ismét egy kis fun fact, a méhészt csak akkor szúrhatja meg egy méhanya, ha több anyát is neveltet egyszerre, és a kezére kerül az anyatermékből. Tehát azt is lehet mondani, hogy az egyik méh irigy lesz a másikra. Na de köszöntöm szépen a figyelmet, én Búzakalász voltam, ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornámra és nyomjátok be a csengőt. Na sziasztok!